Köszöntöm nézőinket! Önök Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képekben rövid tartalmunkat. Bukovinai nemzetiségek hagyományai, népművészete Hőgyészen. Nyári táborba várta a varsádi és környékbeli gyerekeket az önkormányzat. A focisták lelkiismeretesen készülnek a közelgő szezonra. A 40-et is meghaladta a főzőcsapatok száma Regőben. 5 ország részvételével zajlott a Bukovinai Fesztivál, amelynek már több mint 3 évtizedes múltja van. Hőgyész 21 éve aktív részese, ez idő alatt mindegyik országban jártak, és ők maguk is több ízben voltak már házigazdák. A nemzetközi fesztiválon a hagyományápolás keretein belül ismertetik meg a nagy érdeművel a bukovinai viseletet, a táncokat, énekeket. Idén Csernakeresztúrról érkezett csoport a vendégszerető településre. A 33 éve megszervezésre kerülő Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivál egy színes ünnepség. A határokon átívelő nemzetközi fesztivál záró eseményének, a szomszédolásnak az egyik helyszíne Hőgyész volt. Az elmúlt 2 évben sajnos nem kerülhetett a pandémia és az abból adódó korlátozások miatt megrendezésre, úgyhogy nagyon várta már a szövetség, hogy ebben az évben végre találkozhassanak azok a nációk, akik annak idején Bukovinában együtt élhettek. Mindig szeretjük Hőgyészt abból a szempontból ide küldeni egy csoportokat, mert itt mindig erőteljes fogadtatásban, barátságban és egy jó logisztikával megáldott környezetben fogadhatják a vidékről érkező együtteseket. A Hőgyészi Székelykör 21 éve aktív részese a több, mint 3 évtizedes múltra visszatekintő rendezvénysorozatnak, melynek célja többek között a Bukovinában élő és élt nemzetiségek hagyományainak és népművészetének megismertetése, melyek láthatóvá váltak a színpadra álló együtteseik énekeiben, táncaiban. A mai rendezvényt úgy hívjuk, hogy szomszédolás, új néven kitekintés. Ez a Bukovinai Találkozások Folklor Fesztiváljának egy kitekintős műsora, tehát a péntek esti és a szombati folklor műsorok után a tolnamegyei csoportok vendégül látják a külföldieket. Egy kicsit beszélgetünk, megnézzük egymás műsorát, ismerkedünk, barátkozunk. A mai estén a Csernakeresztúri Tánccsoportot látjuk vendégül. Velük most már több éves a kapcsolatunk, hála Istennek ez már több, mint baráti, hiszen Csernakeresztúrról családok települtek ide, és még a pandémia előtt mi voltunk az utolsó csoport, akik ki tudtunk hozzájuk menni. És ma este úgy gondoltuk, hogy köréjük rakjuk a saját kis műsorunkat. És hogyha már együtt szórakoztattuk a közönséget, akkor utána egy közös vacsora és egy táncházra invitálunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Hőgyészen nem csak az idősebb korosztály ápolja a székely hagyományokat, igyekeznek a fiatalabb generációt is bevonni ebbe a munkába. Hál' Istennek van most már egy utánpótlás csoportunk jó pár éve. Most jutottunk el odáig, hogy már közös produkciók is vannak, amit nem csak a nagyok élveznek, hanem a kicsik is, hiszen ők már a nagyok között tudnak táncolni és tudnak valamit produkálni. A legközelebbi fesztivál, ahova el tudunk menni, az Szombathelyen lesz a Szavária Fesztivál, és oda is mennek a kicsik is és a nagyok is. A település önkormányzata büszke arra, hogy a székelykör élteti az elődök hagyományait, és a rendezvények alkalmával a nagy érdeművel is megosztják azt. Nagyon jó kapcsolatunk van a helyi székelykörrel, tánccsoportjával, és mindenben segítünk, amiben tudunk, és ők is természetesen támogatják rendezvényeinket, mind munkával, mind fellépéssel, mind saját kezükészségükkel. Amikor ugye nem esetleg nagyobb rendezvényen vannak, akkor hála jó Istennek a mi rendezvényeinket is fel tudnak lépni. És ugye nagyon fontos számunkra, és úgy gondolom az egész ország, az egész világ számára nagyon fontos a hagyományok ápolása, mert ugye ha nincs múltunk, akkor nem lesz jövőnk. És muszáj megmutatni ezeket a hagyományokat a fiataloknak, hogy honnan indultunk, és hogy merre fele tartunk. A Hőgyészre érkezett vendégek Dél-Erdélyből, Csernakeresztúrról utaztak ide, amely települést bukovinai székelyek lakják.
A falu 65% a magyar lakosságú, úgy, hogy Romániában vagyunk és Romániáról beszélünk, és Madéfalván voltunk egy ilyen keresztúri és bukovinai székely gyűlésen, és ilyenkor hát úgymond megszavazzák, hogy ki az, aki melyik csoportot fogadja a szomszédolásnál, és ránk egyből lecsaptak a hőgyésziek, és ilyen bukovinai székely barátság kapcsán mi voltunk azok, akik ide látogattunk hőgyészre. Egy kicsit szerencsétlen helyzet állt elő. Annak, aki nincs itt, annak nem szerencsétlen, mert nyaralni vannak, vagy a tengeren vannak, vagy itt-ott, úgyhogy most csak 12 gyerek tudott eljönni, és csak 4 fiúcskát hoztunk magunkkal. Lesz benne ének, lesz benne tánc, bukovinai, valamint egy bukovinai népmese is hallható lesz. Ezen kívül szilárdsági táncokat hoztunk, egy lánykarikázót, egy csárdás és egy friss csárdás, valamint egy mezőségi akasztós, friss, szökős csárdást fognak látni majd a nézők tőlünk. Én Magyarországról költöztem ki, vagy érkeztem oda, és járok ki keresztúrra tanítani. Ők mindig nagyon izgatottak, mikor ide jöhetnek. Már körülbelül 3 héttel azelőtt ez a téma, hogy mit pakolunk a bőrönbe, és hol fogunk vásárolni, és kikkel fogunk találkozni, és ott majd mindenki magyarul beszél, és nekik is rájuk kell szóljak, hogy ők gyakran beszélnek románul egymás között, hogy a buszban megbeszéltük, hogy itt most ne beszélgessenek, hanem élvezzék azt, hogy mindenki magyar körülöttük is, hogy hallják a magyar szót, és ők is így kommunikáljanak egymással. A kommunikáció pedig a színpadon is így zajlott. Az előadásokat követően nagy tapssal díjazta a közönség a produkciókat hőgyészen. A gyerekek imádják, a szülőknek pedig a legnagyobb rémálom a nyári szünet. Munkahely mellett ugyanis sokszor okoz problémát a kisebb gyermekek felügyeletének megoldása. A Varsádi Önkormányzat ezért is tartja fontosnak, hogy évről évre megszervezze nyári táborát. A szülőknek azon sem kellett törni a fejüket, hogy a családi kassa bírja ezt a kiadást. A lurkokra pedig számos élmény várt az egy hét alatt, nem csak a falu határain belül. A varsádi és a környékbeli gyerekek töltöttek együtt egy hetet az önkormányzat nyári táborában, ami a szülőkre nem rót anyagi terhet. A megvalósítást ugyanis egy pályázat biztosította. Második éve tudtunk pályázni a Gyönki. Korábban ugye Hegyhát Evangelikus Szeretetszolgálat, most már Lakner Aladán Evangelikus Szeretetszolgálat által működtet a gyerekjóléti szolgálaton keresztül, ugyanis az Erzsébet tábor pályázatot intézmény adhat be. Ugye a Varsá településnek iskolája már nincsen. A korosztály ugye az iskolás korosztálynak szól, tehát a 6-tól 16 éves korig vesznek részt gyerekek a táborban, és így a gyerekjóléti szolgálaton keresztül idén is sikeresen pályáztunk. Gyakorlatilag megvan adva egy tematika, amit végig kell követni az Erzsébet táborba, ugye ebbe van környezetvédelem, kulturális örökség, közösségszervezés, ugye ez alapján építettük föl. Voltunk kirándulni egy alkalommal a héten Tamásiban, a parkerdőbe látogattunk el, illetve a dámpontot fedezhették fel a gyerekek. Nagyon tetszett nekik, egyébként a korábbi években is hasonló kirándulásokat szerveztünk, voltunk a Gemencbe már, Lengyel Anna fürdőn, ahol a természetbe tudtuk kivinni a gyerekeket. A gyerekek a kézműves foglalkozások alkalmával olyan alkotásokat is készítettek, melyeket aztán örömmel viseltek a napok folyamán. Így volt ez többek között a makramé technikával készült kardkötőkkel is. Legtöbb program a szabadidős program, tehát hogy a szabadban legyenek kint, játszanak együtt, közösségi kovácsolódjanak, ez volt a lényeg a programnak, illetve ugye hétfőtől péntekig tart a tábor, reggel 8 órától délután 4 óráig vagyunk együtt. Ez idő alatt természetesen az ellátásukról is gondoskodunk. Nagyon fontosnak tartom a közösség szempontjából. Igazából itt a gyerekek együtt vannak, odafigyelnek egymásra, barátságok szövődnek, megismertetjük velük a településünket is. Ugye a programok között szerepelt egy kirándulás a település határába, illetve egy biciklitúra a szomszéd településekre, ugye a mellékutakon keresztül. Nagyon hasznosnak tartom, egyrészt a gyerekek szempontjából is, másrészt a szülők szempontjából is, ugye nyári szünet van, többször, több helyen probléma a gyerekeknek a felügyelete, így azért egy hétre legalább tudtuk tehermentesíteni a szülőket, és jó helyen voltak. A legtöbb szülő érte lehetőséggel, akik éppen itt hol voltak és nem nyaraltak, vagy esetleg nagymamánál voltak a gyerekek, be kell mondani, hogy azért a szomszéd településekről is voltak a táborban résztvevők, így Gyönkről is érkeztek gyerekek. Különböző korosztályról beszélünk, tehát a 6 évesről a
16 évesig. Itt azért nem kellett, vagy nem tudtak annyira külön vonulni, úgyhogy közösen játszottunk minden foglalkozáson. Én úgy gondolom, ez is hasznunkra vált. Hosszú évekre visszanyúló hagyománya van Varsádon, hogy a gyereknapot a nyár végén rendezik meg a település aprajának. Idén ezt a táborzáróval fűzték össze. Ilyenkor ennek van egy tematikája, úgy egyrészt délelőttől sorversenyeket rendezünk a gyerekeknek ilyen cukorkás jutalmakért, amit nagyon élveznek, ügyességi feladatok vannak benne. Ugye korábban itt főztük helybe a paprikás krumplit és főtt kukoricát, hogy egy kicsit ilyen nyári hangulatot is teremtsünk nekik. Általában az önkormányzat által megtermelt terményekből szoktuk ezt megvalósítani. Most is ugye elkészült a paprikás krumpli, ugye fogyasszák is a gyerekek, illetve habpartit szoktunk nekik rendezni. Korábban ugye a paksi tűzoltók jöttek, most már mivel Gyönkön ugye újra aktív a Gyönki Önkéntes Tűzoltó Egyesület, ezért őket kértük meg, akik nagyon szívesen részt vesznek a programunkon, és ezt várják legjobban a gyerekek, főleg ebbe a jó időbe. A tábor egy remek lehetőség volt arra is, hogy ne a virtuális világban kalandozzanak a gyerekek, hanem ápolják a már meglévő vagy új barátságaikat. Hát szerintem minden programunk nagyon jól sikerült, a keddi kiránduláson is nagyon jól érezték magukat. Tegnap volt bicikli és gyalogtúránk, szóval külön-külön érezte jól magát a banda, de szerintem a délutáni locsolkodásokkal zártuk a napot. Nagyon meleg volt egész héten, és ez miatt én úgy gondolom, hogy jó is, hogy ebben így le tudtuk őket kötni. Volt azért pár alkalom, amikor rájuk kellett szólni, hogy közösségben vagyunk, tegyük el a telefont, és nem a telefonnal játszanak, hanem egymással játszunk. Azért elég sokféle játékot tudtunk vásárolni a pályázati pénzen. Ugye a kosárlabdától kezdve a tollaslabda, ezek a pelóta játék. Elég jól lekötötték magukat. Egyébként új játékokat is találtak ki, mert az ugrókötelet lovacskára használták meg ilyesmi. Úgyhogy lefoglalták, hál' Istennek, magukat. És mi is játszottunk velük azért a felnőttek. Az utolsó napra szervezett habparti kétségtelenül elnyerte mindenki tetszését. Örömmel vetették magukat a habakba a varsádi gyerekek. A megyei élvonalban játszó focistáknak már nem sok ideje van felkészülni a 2022-2023-as idényre, hiszen augusztus 21-ével kezdetét veszi a szezon. A Tamási 2009 FC új edzőkkel és számos fiatal játékossal vág neki a közelgő szezonnak. A felkészülést július közepén kezdte meg a csapat, az edzések jó hangulatban, sok munkával teltek ez idáig, de nézzük meg. A Tamási 2009 FC megyei élvonalbeli bajnokságában játszó csapata július 16-án kezdte meg a felkészülést az őszi szezonra több mint 20 fős kerettel. A felnőtt csapatunk két új edzővel vág neki a szezonnak, Jondó Iván, illetve Pintér Attila személyében. Játékos edzők lesznek, így döntött a vezetőség, hogy ebben a szezonban megpróbáljuk a játékos edzői pozícióba levő edzői feladatokat ellátni. Egy 3 éve, jól emlékszem, a Haruna, aki most ugye Szegeden van, ővele próbálkoztunk utoljára a játékos edzői feladatokkal, illetve tehát játékos és edzői feladatokkal közösen. A csapat összképébe, csapat hangulat szempontjából én úgy gondolom, a játékos edzőség az bevált, tehát jó volt az öltözői hangulat. A Haruna személyében szerintem nem tett neki jót, szerintem őt ez kicsit a játékba visszahúzta. Kicsit későn kezdtük a felkészülést. 3 edzőmeccsünk volt, az Enyingen kaptunk ki talán 8-3-ra, ez volt az első mérkőzésünk, utána 3-2-re nyertünk a siófoki U19 ellen itthon, illetve a múlt héten voltunk Balatoni Vasasnál, ott meg 3-0-ra kaptunk ki. Az idén úgy alakult a keretünk, hogy ifjúsági csapatot nem kötelező indítani a bajnokságba, ezért az ifi csapatból 6-7-8 játékos felkerült a felnőtt csapatba a régiek közé, illetve egy 4 játékost tudtunk igazolni, a Juhász Danit kapuba, Kovács Leventét Balaton Endrédről, Török Dávidot Balatoni Vasastól, illetve Hegedűs Dávid, aki tamási játékos, újra kezdte a futballt, így velük egészítettük ki az új keretet. 22 fő körül van a keret. A számos új játékossal bővült Tamási megye egyes focistáknál a csapatjáték erősítésén van a legnagyobb hangsúly az edzések alkalmával, emelte ki az egyik edző. Mondjuk, hogy itt teljesen új projekt, tehát kezdjünk a klubat. A klub azt kérte tőlem, hogy nyilván ezt a projektet próbáljam végigvinni, a helyi fiatalok beépítése a csapatba lenne igazából a fő célom. Itt van lassan 4 hete,
hogy együtt dolgozunk a csapattal, és úgy érzem, hogy maga a játékot az egész csapat kezd megismerni, és nagyon pozitív számomra. Elsősorban a csapat építés próbálom fektetni a hangsúly. Számomra nagyon fontos, hogy mindenki, aki ide jön, mint a fiatalok, akik ide jönnek focizni, hogy szívesen jönnek, hogy éhezenek, hogy a pályán a csapat az övé, és hogy mindenképpen a tamási csapat jövője ők képviselnek. A csapatnak a célja, hogy megbízható a játékot mindig produkáljon, hogy a fiatalok gyorsan fejlődnek ehhez a szintre, amihez szükséges. A csapat kerete meghaladja a 20 főt, ami biztos hátteret jelenthet az élvonalbeli bajnokságban. A focisták felkészülése a közelgő szezonra jó hangulatban telik, úgy tűnik az új játékosoknak nem okoz gondot a beilleszkedés. Balatonendrédről érkeztem ide most nyári felkészülés első hetébe. Nekem nagyon sok kimaradt, ugye megfordultam már több helyen, és sok kimaradt. Az Iván, az a vezetőedző nagyon meggyőző, illetve az elnök, ami nagyon sokat segített nekem, de jól érzem magam, úgy gondolom, hogy be tudtam csatlakozni hamar, és be tudok illeszkedni ebbe a csapatba. Nyilván mi a célom, egy csatárként, hogy gólokat lőjek, tehát segítsem a tamási csapatot. Az MLS Tolnavegyei igazgatóságának sorsolása alapján a 2022-2023-as idény első meccsét augusztus 21-én Dombovár ellen játsza majd a Tamási megye 1-es csapata. Jó hangulat jellemezte azt a rendezvényt, amelynek már komoly hagyományai vannak Regőjben. A szervezők büszkék rá, hogy nem csak a településen élőket tudják megmozgatni az eseménnyel, hiszen sokan vidékről érkeznek ilyenkor. A nap pedig nem szól másról, mint baráti beszélgetésekről, és természetesen finomabbnál finomabb ételekről, amelyeket aztán megmérettethetnek. A zsűrit komoly feladat elé állították idén a szakácsok, szoros volt a verseny a dobogos helyekért. Regőjben immár 13. alkalommal került megrendezésre a hagyományőrző főzőverseny, amely nem csak a helyieket szólítja meg, hiszen egyre több a vidéki főzőcsapat. Minél több nevezőt várunk, nincsenek nevezési díjaink, és van pörkölt kategória, lehet sütni, vegyes ételek is készülhetnek, és egyre többen jönnek. Mindenhonnan most már Budapest, aztán tavaly voltak a Dunakanyarból is, Visegrádról is voltak vendégeink, és mindenki jól érzi magát, Csükörzről jönnek is, és egyre többen, egyre messzebbről. Az első főzőverseny 16 csapattal indítottuk. Elmondanám, hogy szakadt az eső, sűrű sárba dagonyáztunk, és nagy sikerrel. És a másodikon ott már többen, 23 csapat volt, ott viszont már tudtunk egy kis műsort összerendezni, úgyhogy egy IFH-nak a platóján volt a színpadunk, és egyre nagyobb sikerrel van. Egyre több látogatónk van, figyelembe kell vennünk a fiatalok igényeit is, és természetesen az idősekét is, úgyhogy mindenkinek megpróbálunk a kedvére tenni. A regőiek közül is sokan összeszedték a családot, barátokat, munkatársakat, hogy egy kellemes napot töltsenek együtt főzéssel, beszélgetéssel. Igazából faluba kettő komoly rendezvény van, az egyik az a falunap, amelyik egyben van a veterán találkozóval, másik pedig az a főzőverseny, amelyik augusztusban kerül most már 13. alkalommal megrendezésre, és természetesen mi mind a kettőnek nagyon komoly támogatói vagyunk. A falunak az a lényeg, hogy egy összetartozó közösség legyen, és ebben mi támogatjuk természetesen a falu lakosságát, mint a legnagyobb munkáltató a regői községben. És ezt nem szabad abba hagyni, tehát a hagyományokat őrizni kell, és a hagyományokat tovább kell vinni. Mi a cég emberével szoktunk általában főzni, és a barátainkkal, és általában pörkölt és tárcsás sús készül. Mi sokáig versenyben is főztünk, de úgy döntöttünk, hogy inkább a csapatépítés az nekünk nagyon fontos, és továbbra is inkább versenyen kívül. Tehát az, hogy jó hangulat legyen, jól érezzük magunkat, jó legyen a közösség, természetesen ez a lényeg. Mi egy olyan 20-25 fős társaság vagyunk,
Hát általában olyan jó fele tudod ilyenkor megjelenni, azért vannak családi programok, nyár van, nyaralás, ezért nehéz összeszedni ilyenkor a társaságot, de a kemény mag itt van. A csapatok között bőven akadtak olyanok, akik évről évre visszatérő vendégek a rendezvény alkalmával. Szekszárdról érkeztünk, Regőj nagyszüleimnek a szülőfaluja, és azért szeretünk idejárni. 3 éve már körülbelül Józsi barátom mindig hív minket, mint rendező. Nagyon jó a társaság, sokan főznek, most is közel 40-en állnak a bográcsok a sütők mellett, és hangulatos. Nagyon jó. Általában családostól, általában én sütök is valamit, és főzök is. Tehát 2 kategóriába szoktam indulni. Inkább a sütés nekem ami fekszik, de szeretem a főtteket, pörkölteket, halásztét főztem most. Most lett egy sült keszeg, rántott lecsóval, és mellé egy levelen sült el, egy ősi magyaros étel. Kabencébe sütötték régen, de én megpróbáltam tárcsán megcsinálni. Amíg a bográcsokban, tárcsákon készültek az ételek, addig a színpadot kulturális programok sora töltötte meg. A kezdeményezés több mint 1 évtizedes fennállása is árulkodik arról, hogy kellemes környezetbe, baráti fogadtatás mellett szívesen térnek vissza a vendégek Regőjbe. Nagyon szeretjük, minden évben itt vagyunk szinte. Ilyen Szekszárdra jöttem, mert ugye a sógorom nevezett be, és ő Regőjé amúgy, és azért vagyunk itt. Családias a légkör igazából, és szeretünk ide jönni. Szeretjük Regőjt. Az előző főzőversenyek alkalmával már jól összeszokott 3-tagú zsűri bírálta idén is a Regőjben elkészült ételeket. 38 étellel neveztek a versenyzők, ez 2 kategóriában történt, bográcsos ételek, illetve egyéb kategóriában, amiben bármit elkészítetett, sőt, húsokat, egyebeket. Elég sok pörkölt készült, nagyon nehéz volt a döntés, mert tehát sok volt vegyesen, volt birkapörkölt, sertéspörkölt, vadból készült pörkölt, tehát vadpörköltek, aztán volt nyúlpörkölt, tehát nagyon sok fajta volt a kínálat, de azok mellett megjelent a hal is, mint halászlé, illetve volt olyan ételünk is, ami más módon készült, kicsit eltérően a hagyományostól, illetve megjelentek a különleges levesek is, akár egy csülkös babgulyás keretében, vagy éppen egy vándorleves, ami újdonság volt, és kellemes csalódást okozott nekünk, illetve volt köcsögös bab is. Nem voltak nagy pontkülönbségek, ezért volt nehéz a döntés, mert annyira együtt pontoztunk, hogy itt a végén hát volt olyan, hogy egyforma pontok voltak, és tehát nagyon át kellett gondolni, de így visszagondolva visszanéztük a képeket, készítettünk közben fotókat is, mert ugye nagyon sok étel készült, illetve megbeszéltük, hogy mik voltak a hiba lehetőségek, és kizárásos alapon jutottunk arra a döntésre, ami meghozta ezt a mai eredményt. A végeredmény valóban nagyon szoros pontozás mentén született meg. A zsűri a 13. Regőjé hagyományőrző főzőverseny legjobb bográcsos ételének a már említett vándorlevest ítélte, míg az egyéb kategóriában a legjobb étel a rántott lecsóval tálalt sült keszeg lett. Köszönöm a figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!